6 dunaújvárosi diák a szakma kiváló tanulója országos döntőjében. Idei első önálló bemutatóját tartotta a Bartók Táncszínház. Nagy érdeklődés közepette rendezték meg a boxgálát. Üdvözlöm kedves nézőinket, Önök a Dunaújváros Televízió híradóját látják. A Dunafair szakközép és szakiskola 6 diákja is tovább jutott a szakma kiváló tanulója verseny országos döntőjébe. A hegesztő, géplakatos, épületgépész és szerkezetlakatos diákok már most elkezdték a felkészülést. Városunkból 6 diák jutott tovább a szakma kiváló tanulója verseny országos döntőjébe a február 27-i előválogató nyújtott teljesítményük alapján. Két feladat volt, az egyikben alumínot kellett hegeszteni, a másik egy elég összetett feladat volt, komplex munkadarab, az elég húzós volt, kemény. Meg volt adva a rajz, és ott nem nagyon szabadott hibázni. Én nem hoztam a saját elvárásaimat, lassan ment a hegesztés. A Dunafair szakközép és szakiskola hegesztő szakma csoportjából 3 tanítvány bizonyíthat majd a március 27-28-ai megmérettetésen. Folytattuk a jó hagyományokat, mivel az előző 2 évben is a mi tanulónk nyerte a országos versenyt, úgyhogy hát számítottunk rá. Egy kicsit alulmúlták magukat a fiúk, tehát kicsit jobb eredményt vártam tőlük az előválogatón, de összességében meg vagyok velük elégedve. A géplakatos szakma előválogatójában városunk tanulója első helyen végzett, így felkészítő tanára továbbra is bízik a jó eredményben. Hosszú éveknek a munkája azért benne van, és valahol biztos is benne, hogy be fogunk kerülni tavalyi évhez hasonlóan. Folyamatosan készülünk, csináljuk, mindenféle külső segítséget igénybe fogunk venni ennek érdekében. Például jövő héten, vagy holnapi nap folyamán ki fogunk menni a Dunafairba, a központi laborba, anyagvizsgálatokat fogjuk átbeszélni. Most éppen a Holgenzóban voltunk, néztük a korrózióvédő tűzi holgenzás például, és folyamatosan készülünk a szóbeli tételekből is, illetve a gyakorlatból. Az elméleti részről annyira nem tartok. Készülünk rá nagyon sok tanulással. Körülbelül 45 tételt kell most így egy hónap alatt bemagolni, és értelmezni is, persze. És járunk itt a gyárban, különböző üzemekben. Itt mindent próbálunk megfogni, amiből lehet egy kicsit tanulni még. A hegesztő és géplakatos diákokon kívül még egy épületgépész és egy szerkezetlakatos bizonyíthatja tudását az SKTV döntőjén. Az ünnepélyes eredményhirdetés az április 14-e és 16-a között megrendezett Szakmasztár Fesztiválon várható. 12 új rendőr erősíti a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság állományát március 1-től. Közülük 5-en az Ercsi rendőrösön teljesítenek szolgálatot. Új rendőröket köszöntötte az Ercsi rendőrösön dr. Galambos Dénes, Fejér megye kormány megbízottja. A település közbiztonságának javítása érdekében döntött úgy a belügyminisztérium, hogy tovább erősíti az állományt. Győri Máté alpolgármester múlt évben levélben tájékoztatta Pintér Sándor belügyminisztert a kialakult helyzetről. Elkeseredve kicsit a jelenlegi helyzetektől itt Ercsibe. Leveleket írtunk, próbáltunk itt helyben is összefogni lakosokkal, a rendőrséggel, polgárőrséggel, és hát most úgy látom, hogy mintha kezdenek beérni ezek az összefogási, meg tehát segítségkérési kísérletek. Én is kaptam egy megkeresést, a polgármester úr tájékoztatott. Galambos Dénes, Fejér megye kormány megbízottja is fontosnak tartja a közbiztonság javítását. Ercsi település közbiztonsága kiemelt fontossággal bír. Kormány megbízottként 2013. július 1-től láttam el a feladataimat. November hónap folyamán a helyi polgárőrség vezetője, akiben az alpolgármester, egy levéllel keresett meg, amelyben ő Pintér Sándor belügyminisztert értesítette arról, hogy hogyan alakul a közbiztonság helyzet, és mik azok a kérések, feladatok, amelyekben gondolkodás kér a belügyi vezetőtől. Ennek a levélnek a ezen levél alapján a belügyi vezetőket megkeresve információt szereztem arról, hogy mi a helyzet Ercsiben, és a közbiztonság területén kértem őket, hogy a rendőri jelenlét fokozása érdekében tegyenek lépéseket. 2013. decemberében és 2014. januárjában pozitív visszajelzés érkezett, ennek eredményeként március 1-től 5 fő próba rendőrrel növekedett az Ercsi
bennszolgálta teljesítők létszáma. A Fejér megyei rendőrfőkapitányságon 18 új rendőr állt szolgálatba március 1-én. Az őrmesterek közül egy a székesfehérvári, 5 a bicskei, 12 pedig a dunaújvárosi rendőrkapitányságra került. Az utóbbi állományát erősítő kollégák közül 5-en kezdték meg szolgálatukat az Ercsi rendőrőrsön. Ezen kívül 2 körzeti megbízottal és további 2 munkatársal bővítették a bűnügyi munkaterületen dolgozók létszámát. A készenléti rendőrök jelenlétét pedig továbbra is biztosítják. Bemutatták a Magyar Táncok című 2 részes darabot a Bartók Színházban, amely Ravel Bolero, illetve Brahms Magyar Táncok című zeneműveit dolgozza fel. A Táncosok a zeneművészet 2 nagyszerű alkotását, Brahms Magyar Táncok című művét és Ravel Boleroját adták elő egy különleges 2 felvonásos darabban. A rendező izgatottan értékelt a premier után. Tudom, hogy az emberek van egy premierje, és tudja, hogy még azért vannak benne hiányosságok, hibák, és tudja, hogy a technikán nagyon sok múlik, a zenész, tehát sok minden elromolhat, ami hál' Istennek most nem romlott el. És akkor ilyenkor van az, hogy elkezd gondolni, hogy most ez jó ez, vagy nem jó, és várom a visszajelzéseket majd a nézőktől, hogy azt mondják, hogy az tetszett, az nem tetszett, az rossz volt, amaz volt, tehát kíváncsi vagyok majd a véleményekre nagyon. Vári Bertalan elmondta, nagyon büszke arra, hogy a táncosok, illetve a mögöttük dolgozó stáb is konstruktív építő ötletekkel járult hozzá a darab elkészítéséhez. Közülük is kiemelkedett Herlitz Albert, aki a rendező elmondása szerint fiatalos lendületével át tudta lendíteni a produkciót a holdponton. Úgy gondolom, hogy a Berci képvisel egy régebbi stílust, és talán én vagyok az, aki tud neki segíteni abban, hogy ez maivá váljon, és mondjuk a kortársaimnak, vagy a mai fiatalok számára is ugye egy kicsit érthetőbb legyen a dolog, amit ő el akar mondani. Tehát néha én billentem ki abból a befásultságból, amiben esetleg bele tud, de nem szokott, csak esetleg, hogy egy kicsit megakad, vagy ilyesmi, és egy kicsit ki kell lendíteni, vagy egy fiatalos lendületet kell neki adni, akkor általában én vagyok az, aki az ötleteimmel sorozom, és akkor azt vagy elfogadja, vagy nem. A Magyar Táncok következő előadása március 11-én 7 órakor kezdődik a Bartók Kamara Színház nagytermében. Esélyegyenlőségi boxgálát szerveztek a Pentelei Molnár János szakközépiskola tornatermében. A rendezvényre több mint 200-an voltak kíváncsiak. A szombati küzdősportgála a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Dunaújvárosi Hátrányos Helyzetűek Foglalkoztatásáért Nonprofit Kft. Valamint Rozmar István munkájának eredményeként jött létre. A rendezvény célja a sportág népszerűsítése mellett a hátrányos helyzetű fiatalok mozgásra buzdítása. Ugye az István az egy mesteredző, és a vele való együttműködés alapján szeretnénk profin megközelíteni azokat a gyerekeket, akik tehetségesek vagy kedvük van hozzá, de várjuk azt a korosztályt is, amit ugye mi képviselünk erős 38-40-esek fölött, hogy végül is van lehetőség sportolni, és várunk mindenkit nagyon sok szeretettel és tisztelettel. Több súlycsoportban rendeztek K1, MMA, profi és amatőr box mérkőzéseket. Az érdeklődés hatalmas. Biztos vagyok benne, hogy még nagyon sokat fogunk itt a városban most már ilyen hasonló rengeteg rendezvényt szervezni. Ez az eleje, most kezdtünk, és a jövő pedig akkor az itteni sportolókból kinevelve fogja jelenteni majd most már a lehetőséget. Hosszú János elmondta, az érdeklődés meghaladta az előzetes várakozásokat, a rendezvényen több mint 200-an vettek részt. 22-20-ra legyőzte az Ért csapatát idegenben a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia együttese. Máté Fi Eszter tanítványai ezzel az alapszakasz 3. helyén végeztek. Szombaton az alapszakasz utolsó fordulójában Érdre látogattak Ferlingék. Ősszel a hazaiak 7 góllal 27-34-re legyőzték a dunaújvárosi alakulatot. A találkozó tétjét tovább növelte, hogy amelyik csapat diadalmaskodik, a 3. helyen zárja a bajnokságot. A mérkőzés első félidejében fej-fej mellett haladt a 2 csapat, ennek megfelelően 11-11-es döntetlennel vonultak pihenőre a felek. Bár a hazaiak faragtak hátrányukból, Máté Fi Eszter csapat a fejelmezett játékkal 2 gólos 22-20-as győzelmet aratott, és a 3. helyen zárta az alapszakasz küzdelmeit. Kedden csökken a fátyol felhőzet, és szinte zavartalan lesz a napsütés. Erősödik a nappali felmelegedés is. 14 fok körüli értékeket mérhetünk. Főbb híreink következnek még egyszer, röviden. 6 dunaújvárosi diák a szakma kiváló tanulója országos döntőjében. Idei első önálló bemutatóját tartotta a Bartók Táncszínház. Nagy érdeklődés közepette rendezték meg a boxgálát.
Véget ért hírműsorunk, munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra!